Az utóbbi években egyre gyakoribb látvány, hogy különböző magas épületek és toronyházak tetejéről aprónak látszó figurák csüngenek alá, egy-egy szál vékony kötélbe kapaszkodva. És semmi közük pókemberhez. Ha csak az nem, hogy ők is olyan munkát végeznek, amit legtöbben nem tudnánk utánuk csinálni. Pláne odafent. Az olykor hibaelhárító, olykor építő jellegű tevékenységek eme extrém formája azonban lehetővé teszi, hogy a megrendelő elhagyhassa a komoly, bonyolult és nem utolsó sorban drága állványozási munkákat. Nem csoda hát, hogy az ipari alpinistákat, mert hogy róluk van szó, egyre szélesebb körben alkalmazzák. Ez azonban egy veszélyes szakma, amit nem végezhet akárki. Mindig is nagyon tetszettek a pókember filmek, bár inkább engem a magasság vonzott, és ez egy ilyen köztes megoldás, hogy az ég és a föld között valamilyen szinten szép kilátásra nyílik lehetőség egy-két helyről. Meg hát fő a kihívás, az érdekesség. Hát az ipari alpinista mindent csinál, amit az úgymond átlag ember nem csinál meg. Tehát általában mindent, amit különbiztosítással, függeszkedéssel kell megoldani. De innentől kezdve a festéstől a falvakolásig, akár az antenna szerelésig, a villanyszerelési munkákat, bármit megcsinál az ipari alpinista, a környezet határozza meg, hogy ezzel a technikával dolgozik valaki vagy sem. Nekem a szabadság, a magasság, a kilátás, ezek a dolgok tetszenek benne. Meg kell látni a szépségét a dolognak, és akkor nem arra figyel az ember, hogy úristen, van alatt a 40 méter. Az ipari alpinista előkészítő feladatai közé tartozik, hogy felméri a munkavégzés helyszínét, jellegét, és ennek alapján munkatervet és kockázatelemzést készít. Ezt követően beszerzi a munkavégzéshez szükséges hatósági engedélyeket, biztosítja és a helyszínre szállítja a munkaeszközöket és anyagokat. A helyszínen gondoskodik a munkaterület alatti rész biztosításáról, majd kijelöli az egymástól független bekötési pontokat. Ha ez megtörtént, a szakember beköti a köteleket, majd leereszkedik vagy felmászik a munkaterületre, ahol rögzíti magát, és már kezdheti is a munkát. Az ipari alpinista sokféle eszközt és anyagot használ, melyek vagy az alpin technikához, vagy az adott megbízás feladataihoz kapcsolódnak. A hegy és sziklamászó eszközök közül például szinte mindig vannak nála különféle karabinerek, többfajta kötél, heveder és olyasmik is, amikről egy átlagember még csak nem is hallott. Mert ugyan mi lehet az a beülő? Vagy az energia elnyelő. De rákérdezhetnénk a szintén izgalmasnak hangzó ereszkedő és mászógépekre is. A mászógép, amit használunk, a poányér, ami egy speciális eszköz, a kötélre rárakva, felfele tud csúszni a kötélen, de lefele, mivel a fogas kiképzése van, ezért megáll a kötélen. Hevedereket használunk, amik szintén 2 tonnákat bírnak, a karabinerek is zárható fülűek az ipari alpinban, tehát a hegymászásban nem kötelező a zárható karabiner, van amelyik csak a nyelve, tehát hogy ami így könnyű felakasztani a sziklán, olyat használnak, de ipari alpinban kötelező a zárható karabinerek használata. Mint az eddigiekből is kiderült, az ipari alpinista munkája roppant felelősségteljes, ahol a koncentrált figyelem mellett fontos a csapatmunkára való alkalmasság és az önállóság is, hisz az adott szituációban felmerülő problémát a szakembernek sokszor azonnal, ott a helyszínen meg kell oldania. És nem árt némi ügyesség, bátorság és egyensúlyérzék sem, hogy a jó fizikai állóképességről és kondícióról ne is beszéljünk. Az ipari alpinistával szemben ugyanis minimális követelmény, hogy saját testsúlyát tuzamos ideig képes legyen megtartani. A technika órán elsajátított szerszámhasználat és a jó kézügyesség szintén előnyt jelentett a szakmában, a testnevelés és a sport pedig a fizikai erő és a teherbírás mellett a kitartás kialakításában segítenek. És itt mindegyikre szükség van, ahogy bizonyos matematikai és fizikai ismeretekre is. Ezek ugyanis a különböző munkafolyamatok megtervezésénél és a felmerülő problémák megoldásánál válnak a szakember hasznára. Az ipari alpinista nehezen hozzáférhető helyeken, például magas épületeken, nagyméretű gépeken, antennákon vagy tornyokon, emelőkosár vagy állványzat használatát kötéltechnikával helyettesítve, tisztítási, felújítási, építési, bontási, karbantartási vagy egyéb a szakképesítésének megfelelő munkát végez, más szakmabelieket mozgat és biztosít, és ha kell, csoportos mentési feladatokat is ellát. Mindezt rendszerint napi 8 órában teszi, de adott esetben nem kizárt az éjszakai, illetve hétvégi munkavégzés sem.
Az előírásoknak megfelelően ezt a tevékenységet minimum két fő végezheti, hiszen mindig kell valaki, aki a szükséges eszközöket és a megfelelő anyagok utánpótlását eljuttatja a magasban dolgozó társához, és nehéz vagy veszélyes helyzetekben sem árt egy hozzáértő kolléga jelenléte, aki egy esetleges mentés során hatékony segítséget tud nyújtani. Ha valakit valahonnan menteni kell, akkor az már elég speciális. Igazából a mai építkezési morált figyelembe véve határ a csillagosség. Dubajban még nem dolgoztunk, de nagyon szeretnénk. Általában így Magyarországon ilyen 70-100 méter körül van a maximum magasság, ami azt jelenti ilyen tornyok épületek teteje. Igazából ipari alpinistát ilyen 10-15-20 métertől is szoktak már úgymond kérni, illetve segítséget kérni, mivel egy-két helyen itt is csak kötélből lehet megoldani a dolgokat. A szakma gyakorlása jó fizikai állóképességet, éles látást, teljes látóteret, térlátást, egyensúlyérzéket, épp hallást, a kar, kéz, ujjak, valamint a láb fokozott használatát kívánja meg. Munkáját váltakozó munkahelyeken végzi, ami gyakori utazással jár. Az ipari alpinista nehéz fizikai munkát végez, és rendszerint fokozott balesetveszélynek van kitéve, hisz ideje javarészét különböző épületek tetejéről aláereszkedve tartós kényszerhelyzetben tölti, és nem csak úgy lóg odafönt. Hisz ő az, aki kijavítja a házak kémények hibáit, ő festi az idők folyamán megrongálódott falakat és templomtornyokat, ő szereli a villámhárítókat és antennákat, ő ragasztja fel az óriás plakátokat, és ő tisztítja a nagy magasságokban lévő ablakokat is. Az épületben lakók nem kis megdöbbenésére. Ezek ugyanis mind olyan munkák, melyeket normális körülmények között állványokról végeznek a szakemberek. Emiatt mondják sokan, hogy az ipari alpinisták nem normálisak, különben nem lennének ipari alpinisták. És ebben valljuk be, van valami. Hisz bármikor leeshetnek odafentről, és ez olyan veszély, ami mellett eltörpülnek a szakmával együtt járó egyéb, egészségre ártalmas tényezők, mint például az időjárás viszontagságai. A szél, az eső vagy a tűző napsütés ugyanis lehet kellemetlen, de belehalni ritkán szoktak. Az ipari alpinisták sosem. Építettünk már 100 méteres szélmérőállomásnak 100 méteres fémtornyot. Cementsiló takarítást is csináltam, cementsilóban kellett dolgozni. Tetőszigetelést is kellett csinálnom. Az egyik kedvencem a favágás, azt nem minden alpinista szereti. Kisállatmentés, egyszer egy cicát kellett egy lifthookból megmenteni. Sikeres volt, hál' Istennek, örült neki a gazdia. Ez a szakma leginkább akkor veszélyes, amikor az ember már 5-10 éve, de inkább 10 év környékén dolgozik, mert akkor már minden olyan szinten rutin, hogy nem biztos, hogy például ellenőrzi azt a standot, amit az előző nap bekötött, vagy nem figyel oda eléggé. Az, hogy tegnap jó volt a kötél bekötve, az nem biztos, hogy másnap is jó lesz. Az ipari alpinista képzésen való részvétel feltétele a betöltött 18. életév és a szakmai alkalmasság. A tanfolyam időtartama intézménytől függően 260 és 380 óra között mozog, melynek során elméleti és gyakorlati tárgyakat egyaránt oktatnak. A szakképzés megkezdésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség, tehát az általános iskola 8 év folyamának elvégzése. Szükséges a képzés megkezdését megelőzően megfelelni egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. A képzés során 30%-ban elméleti oktatás folyik az elméleti képzőhelyen. A képzés 70%-át gyakorlati munkahelyen tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el. Az ipari alpinista szakképesítés iskolarendszeren kívüli tanfolyami képzésben tanulható. A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben az ipari alpinista középfokú szakképesítés megszerzése szükséges. A szakképesítés birtokában homlokzatmosó és homlokzattisztító munkakörök is betölthetők. Statisztikai adatok alapján a bruttó kereset ebben a szakmában havi 110 és 130 ezer forint között mozog, ami változhat például attól függően, hogy melyik régióról, illetve megyéről beszélünk. Azért szeretem ezt a munkát, mert magas beosztásban dolgozunk, általában többen kötelékben dolgozhatunk, és amint látják, néha lógni is lehet. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.